A közfoglalkoztatásról sokat hallunk, de arról talán már kevesebbet, hogy a közfoglalkoztatás keretén belül nem csak fizikai, hanem szellemi értéket létrehozó munka is zajlik. És nem csak az alacsonyabb képzettségű, hanem a diplomás emberek számára is segítséget nyújt a program. A közfoglalkoztatási programnak is köszönhető, hogy Magyarországon jóval az Európai Uniós átlag alatt van a munkanélküliségi ráta. Jelenleg 7,8%. És egyébként az elmúlt egy évben az Európai Uniós tagállamok közül éppen Magyarországon csökkent a legnagyobb mértékben a munkanélküliség. Idén szeptemberben indult el a kulturális közfoglalkoztatási program második üteme, amely az EMMI, vagyis az Emberi Erőforrások Minisztériumának háttérintézménye, a Nemzeti Művelődési Intézet szervezésében koordinálásával valósul meg, és több mint 4500 ember számára, legalább érettségivel rendelkező álláskereső számára nyújt releváns munkatapasztalatot jelentő teljes munkaidős foglalkoztatást. Miért is fontos a harmadik Orbán kormány számára az, hogy ezt a célt, hogy a közfoglalkoztatottak nagy merítéséből egyre többen és többen a kulturális közfoglalkoztatásban dolgozzanak. Azért fontos, mert a kormányzatnak a kulturális célkitűzése az, hogy szervezzük meg Magyarországon a kulturális alapellátást. A kulturális alapellátás alatt azt értjük, hogy minél szélesebb köröket tudjunk minőségi kultúrával elérni.